Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen a Gyermei Horgásztó partjáról. Az órán már délután 4 órát mutat, de a horgászat még csak most kezdődik, azonban ez nem véletlen, hiszen egy éjszakai pecára érkeztünk Császár Bence barátommal. Ahhoz képest, hogy már ősz van, a naptár már szeptember végét mutat, az időjárás még nagyon kedvező, a vizek sem igazán hűltek vissza, és ez remek lehetőségeket teremt, akár a célzott amúrhorgászathoz is. És tulajdonképpen ezzel el is mondtam a mai horgászat fő célját, hiszen Bencével azért érkeztünk, hogy a Gyermei-tó csodás amúrjai közül néhányat horogra csábítsunk. Tartsatok velünk, és meglátjuk, hogy mit tartogat az előttünk álló éjszaka. Ha már amúrozást említettem, akkor minden egy jó alapozóetetés kialakításával kezdődik. Számomra az elmaradhatatlan, mert többször megtapasztaltam már, hogy itt, ezen a tavon ennek igenis nagy jelentősége van. Most egy vegyes magkeveréket állítottam össze, ami csupa olyan finomságot tartalmaz, amik az amúrok kedvenc csemegéi. A keverék egyik fő alapja a Haldorado teljesavas 4x magmix, ami tartalmaz erjesztett kukoricát, tigrismogyorót, búzát, illetve repcét. A következő komponens ez a zöld színű, finom, kellemes ánizs aromájú amúros főtt kukorica. Következik a főtt tigrismogyorót, mézes pálinka ízben, ami szintén egy brutál fogós amúrcsali. És végül egy apró szemű, fontos és igazán fogós alkotóelem, ami nem más, mint a Natur főtt kendermag. Ez a magmix már sokszor bizonyította fogósságát, úgyhogy most is teljes bizalommal fogom bedobni. Előkészítettem hozzá egy pombrakétát, úgyhogy el is kezdem betermelni, mert a végén még ránk esteledik. Be is ment az anyag, ez már az utolsó kis marék a kezemben, ezt még gyorsan bedobom, aztán kezdődhet a horgászat. Besötétedett, alig telt még el talán egy óra, vagy picivel több az alapozó etetés után, és úgy néz ki, hogy az a terület, amit jó szétcsobogtunk, be is érett, mert megérkezett róla az első hal. És bizony nem is tűnik rossznak. Mint a brutál jól dolgozik ez a bot. Mindjárt kipáltatás, szerintem nem is lesz.
világban az éjszaka első hala? Egyszer fokhagymás halas oldódó levegő peletre jött. Gyerünk, beakadt neki. Hát, itt van ez a szép monty. Nagyon-nagyon jó erőben volt. És látszik is rajta, hogy minden porcikája hibátlan. Gyönyörű, egészséges töves. Úgy néz ki, hogy a pontyok találtak rá elsőként az etetésre. Nem mintha ennek a szépségnek nem örülnék, de remélem, hogy azért majd előbb-utóbb fölváltják őket az amúrok. Az első számú etetőanyag nem csak a mostani bekeverés sorrendjét tekintve, hanem számomra úgy általánosan ez a Fermentix tejsavas nagyamurkaja. Ez így kész, komplett bekevert állapotában már kosárba tölthető lenne, sőt, mitől fogós is volna, hiszen tejsavas jellegéből, zöld színéből és intenzív fokhagyma aromájából adódóan egy zseniálisan jól eltalált amúros csalétek, viszont számomra egy igazán jó amúros összeállításnak az ismérve, hogy nagyon tartalmas. Éppen ezért ezt szeretem még további magvakkal dúsítani, gazdagítani a beltartalmát, mindezt olyan mértékig, amennyit csak képes fölvenni maga az etetőanyag. Keverjük is be. Elsőként kell egy rosta. Felbontom az etetőanyagot, és kiöntöm rá. Ez a Fermentix kaja jól látható, hogy ilyen nedves tömbökben érkezik ki az acskóból. Ezeket egy picit úgy nagyjából szétmorzsolom, hogy elkezdem áttörni ezen a közepes 4 mm lyukbőségű rostán. Ez is tartalmaz egyébként némi tejsavas kukorica szemeket, búzát, éjjni. De jöhet hozzá a többi. Elsőként a tejsavas négyszeres magmix. Ennek a csomagnak a felét öntöm hozzá az etetőanyaghoz. Így. Ezután jöhet a másik komponens. Ez natúr, egyszerű főtt kendermag. Ebből is szintén fél csomagot, 500 g-ot adagolok hozzá. Most már csak jól el kell keverni az egészet. Íme, el is készült a számomra abszolút number one, első számú kedvenc amúros kaja. Ez a legbeváltabb, eddig legtöbb halat adó amúros keverékem. Beltartalmát illetően a végletekig kimaxolva. Ezt legyen akár nyár, vagy a jelenlegi őszi időszak, szívesen ajánlom amúr horgászatához. Alig engedtük vissza az előző tőpontot. Talán fél óra telt el, és bejelentkezett az éjszaka második hala. Ez most a távolabbra dobott, kicsit szetetésen túldobott szereléket húzta el. Nem merem megkockáztatni a mozgásából itt érve, hogy amúr, mert volt már, hogy rászedett, és mégis ponty volt, de nem kizárt. Az elején volt egy nagyon-nagyon erős kirohanása, szinte egyből az akasztás után alig lehetett megállítani, szerintem még jó 20 métert vágtázott, húzva a féket. Aztán kicsit hagyta magát húzni a part felé. Ekkor gondoltam egyébként először, hogy amúr lesz. Aztán azóta volt még több ilyen kis visszahúzása neki, úgyhogy meglátjuk. Sikerült megpipáltatni, és akkor láttuk is, hogy milyen hal akadt a horogra. De mielőtt elárulnám, azt hiszem, hogy ez többet mond annál az egyszerű szónál. Gyönyörű szép amúrról van szó egyébként.
túl vagyunk már azóta legalább 10 percnyi kőkemény fárasztáson. Ahhoz képest, hogy az előbb szinte mozdulatlanságra fölfeküdt a vízfelszínre, mint aki kiadta minden erejét, ahogy most is látható, és a következő másodpercben pedig megvadul. Kb. Fél órányi brutál kemény fárasztás után végre sikerült matracra tenni ezt a bivaj torpedót. Csalóka volt a sötét vízben, a fejlámpának a pici fényében, de így, mikor a merítőbe került, aztán a matracra, és teljes pompájában így elterül előttünk, látjátok, végig éri az egész tonybölcsöt. Fantasztikusan szép hal. Gyertek, meg is mutatom közelebbről. Egy méter hosszú tömör izom. Igazi dinamit. Ez az. A második etetőanyag egy szintén tejsavas alapú, de egészen más jellegű összeállítás, melynek fő irányvonala egyik személyes kedvencem a mézes pálinka. A keveréknek két fő alkotóeleme van, ezek közül az egyik a mézes pálinka pelletpak, illetve Fermentix tejsavas mézes pálinka etetőanyag. Ennek a kettőnek a egyvelege egy nagyon-nagyon különleges mixtúrát alkot, aminek ugye ez a savanykás, tejsavas alapja van, de ugyanakkor mézédes, amiért általában rajonganak az amúrok. Keverjük is be! Elsőként a pelletpakkot kell előkészíteni. Dobot kinyitva egy ilyen zacskót kapunk. Látszik, hogy a vegyes, szemcseméretű, finom mézes pálinkás aromájú pelleteken kívül van benne egy sűrű aromakoncentrátum, illetve egy zacskó, szintén mézes pálinka ízesítésű ragasztópor. Mindezeknek most csak a felére lesz szükség, tehát le fogom felezni mindegyiket. Elsőként így a pelletpakot, jöhet a ragasztópor, ennek is csak úgy nagyjából a felét ráteszem, és végül az aroma. Az aroma után további olyan 100-150 ml vizet kell még hozzátenni, majd ezt jó alaposan elkeverni. Ennek szüksége van egy kis időre, úgyhogy félreteszem pihenni, hogy a pelletszemek szépen magukba tudják szívni az értékes aromát, és így összetapadjon a keverék. Addig is készítsük elő a Fermentix tejsavas mézes pálinka kaját. Előző kajához hasonlóan ezt is szétmorzsolom, és áttöröm rostán. Az előző kajánál fél-fél zacskót adtam csak hozzá, tejsavas négyszeres magmixből, illetve a főtt kendermagból, így a maradék két fél adagot most ehhez rakom hozzá. És ahogy látom, közben szépen meg is duzzadtak a pelletpaknak a szentsély. Ezt egyszerűen még ez a teljesavas mixtúrához hozzáborítom. Keverjük el még egyszer jó alaposan. Így fest a végeredmény, szintén egy nagyon-nagyon tartalmas, borzasztóan kellemes, aromájú, finom édes, de ugyanakkor mégis amúrosan tejsavas savanykás összeállítás. Mindkét etetőanyagban közös, hogy tartalmasságukból adódóan abszolút darabosak, nagy szemcseméretűek, ezért olyan etetőkosár szükséges hozzájuk, ami képes fölvenni őket, befogadni a nagy szemcséket, ami az én esetemben jelenleg a pelletféder kosaras végszerelék volt. Itt a három nagy borda közé szépen be lehet gyúrni ezeket a darabos kajákat. Jó alaposan érdemes megnyomkodni, gond nélkül, stabilan
megfogja a mixtúrát ez a három borda, dobás közben is garantáltan biztosan tart, viszont a kioldódás egészen gyors ebből a kosárból, a jelenlegi 20, maximum 22 Celsius fokos vízben is maximum 10 perc alatt megtörténik. Kicsit elkezdett fölé végkülni a szél, elég kellemetlen hűvöst hozott magával, de úgy tűnik, hogy ez jót tett a halaknak, mert volt némi szünet, egy órán, másfél órán keresztül nem is volt kapás, de most jött egy érdeklődő, végre valami elhúzta. Egy egész szép töves akadt a horogra. Meg is van. Nagyon szép kis különleges mintázatú, pikkelyzetű pontyot sikerült fogni. Tökéletesen akadt neki a horog. Jött. Hát a csalit már mondanom se kell egyébként, hogy mi volt. Természetesen a fokhagymás halas fehér pelet. Ez a ma este egyértelmű favoritja. Ez a szép kis duci zömökponty is. Erre csábultál. És még pózol is a kamerának. Kétféle felszerelést hoztam magammal erre a horgászatra. Az egyik a már jól bevált Biodome Team Fader Master Car Pro Longcast 420-as változata, rajta a hozzáillő Longcast LCS 5500-as orsóval. Az orsó dobjára egyébként 20-as méretű szuperszenzitív monofil főzsinót csévéltem, és ez még kiegészül, szintén 20-as Brax Longcast fonott dobóerőke zsinórral. A végszerelékhez haladva a főelem egy 35 g-os Haldorado pellet féderkosár, felette egy L-es gumiütközővel, alatta pedig egy Guru Speedbeat gyors kapocsal. Ebben a kapocsban van a horogelőke, ami 12 cm hosszú, 14-es Brax Pro zsinórból kötött előke. A horog egy Garner Mugga 8-as, alatta pedig egy 10-es méretű csalitüske. A másik boton szinte teljes mértékben azonos a végszerelék, mindössze annyi eltéréssel, hogy ezen egy 25 g-os pelletféder kosár foglal helyet. Ami viszont ennél érdekesebb, az maga a bot, ugyanis most először próbáltam ki a Prometode Fader szériából a 390-es heavy változatot. Ez abszolút újdonság, és szerencsére sikerült vele jó néhány szép pontyot fogni. Ezen a boton egy 60-as Carfighter orsó található, szintén 20-as szuperszenzitív főzsinórral és Brax Longcast fonott dobó előkével. Kicsit felpörögtek az események, épp hogy visszatudtam engedni az előző kis egyedi pikkelyzetű tövest, és már is futhattam a botomhoz, mert eltekerte ez a tükrös társa. Szintén vitag jó erőben volt, és termetesebb is az előzőnél. Talán egy ilyen hetes forma lehet. Jó alaposan megdolgoztatta a Prometode Fadert. Nagyon szép pontyocska. Érdekes egyébként, hogy ennek meg a farokúszója az, ami ilyen furcsa, egy picit ilyen kacska neki az alsó szára. De szerencsére sérülés legalább nincs rajta. Gyorsan lefertőtlenítem a száját, aztán engedjük is vissza. A csalikat illetően többféle típussal, többféle variációval próbálkoztunk, viszont ezek közül egy olyan van, amit torony magasan ki tudok emelni, mert ez volt a legeredményesebb, ez pedig a Haldorado oldódó lebegő pellet fokhagymás hal ízben. Ennek is a nagyobbik, 16 mm-es változata volt az igazán nyerő, ezzel fogtam a nagy amúromat, illetve csasszival ezzel fogtuk a pontjaink többségét. Felcsalizása nagyon egyszerűen történt, csalitüskés horogelőkére, 10-es normál csalitüskére, így szépen hosszába felszúrtam,
és ennek a csalinak a felhajtó ereje éppen optimális ehhez a horoghoz, illetve a tüskéhez. A kettőnek az össúlya gyönyörűen kibalanszírozza, és úgy kínálja föl, hogy a horog lent van a mederfenéken, érinti azt, de szépen függőleges helyzetben áll, fölötte pedig a kis hajszálelőke hozban lebeg a csali. Ez nagyon-nagyon könnyen mozog, nagyon csábító az amúrok számára, és az etetőkosár mellett a lehető legjobb helyen helyezkedik el. Lehet is hallani, hogy süvít a szél a zsinóra. Ez már a miénk. Hát ha ezt így folytatjuk reggelig, azt hiszem, hogy nem lehet okom sem panaszra. Hosszál szabadon aztán. Üld a társaidat! A horgászat véget ért, viszont időközben annyira felerősödött, föltámadt a szél, hogy már nem tudtam volna az utolsó mondatokat elmondani a parton, mert folyton belesűvített a kamerába a szél, és nem lehetett érteni semmit, úgyhogy összekötöttük a hazaindulást az összegzéssel. Ugye tegnap amur horgászatot említettem, és ennek megfelelően olyan módszerrel, csalogatóanyagokkal készültünk, amik ehhez illeszkednek, viszont a sors most másképp rendezte, mert több pontyot fogtunk, mint amúrt. Igaz, az utóbbiból sikerült egy gyönyörű, kapitális példányt fogni, ami számomra sokkal-sokkal többet ér, és jobban örülök neki, mint hogyha 10 másikat fogtam volna kisebbekből. Egyébként ez egész ritka itt, hogy a pontyok ennyire fölénybe vannak, mert hogyha az amúrok rátalálnak egy ilyen alapozó etetésre, akkor senkit nem engednek annak a közelébe. Most viszont, hogy távolabb voltak, a pontyok dőzsölhettek, és hát velünk se történjen soha rosszabb, mint hogy ilyen szép halakat fogunk. Ami bizonyos, hogy egy nagyon eseménydús, izgalmas, élményekkel teli éjszakai horgászaton vagyunk túl, ami remélem, hogy számotokra is mutat majd néhány hasznos praktikát. Mi nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen Lukács Attilának a szíves vendéglátást. Viszlát, gyermek! Sziasztok!